Köszöntöm kedves nézőinket, évvége van, ilyenkor hagyományokhoz hűen értékeljük az elmúlt időszakot, az eltelt esztendőt. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, akit nagy szeretettel köszöntök stúdiónkban, és örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok! Én is örülök annak, hogy számot adhatok erről a nagyon fontos és lényeges esztendőről, 2013-ról. Hogy indult a 2013-as esztendő, ha visszaemlékszik, mik voltak a legfontosabb célkitűzések, a legfontosabb feladatok? A mezőgazdaságban ott mindig reménykedéssel fordulunk az új esztendőhöz, és hát aztán próbára tett bennünket a tavasz, hiszen a gazdák minden munkát elvégeztek, ami a siker érdekében szükséges. De jól tudjuk, hogy egy rendkívüli havazás volt márciusban, árvíz, dunai árvíz jött utána, azt követően pedig aszály, tehát időjárás szempontjából ez az év eléggé nehéz volt. De én úgy látom, hogy ma már a magyar gazdatársadalom, a mezőgazdaság képes arra, hogy elviseljen ilyen nagy kihívást is, és végül az év az egy tűrhető, sőt sok szempontból kifejezetten eredményes esztendő lett, hiszen a mezőgazdaság az mintegy 22%-kal növelte a termelését, tehát ez rendkívül jelentős, és az aszály sem pusztított olyan mértékig, mint például a tavalyi évben. Az árak azok mérséklődtek, ennek számos negatív hatását látjuk, de azt el lehet mondani, egy fontos mutatószám, hogy 15%-kal nőtt a mezőgazdaságba a befektetések mennyisége. Ez mutatja azt, hogy vásárlások, gépvásárlások, beruházások történtek. Mi pedig az állami oldalról tudtuk segíteni az agrártámogatásokkal. Itt 200 milliárd forinttal több, tehát 680 milliárd forinthoz képest 880 milliárd forint az agrártámogatás, ami kiáramlott. Felhasználjuk az összes Európai Uniós pénzt, nem hagyunk egy fillért se a kasszában. Ez is megjelent, és az év utolsó időszakában pedig az agrártámogatások előlegének a kifizetése is lezajlott. Ez már a választási kampány időszakában ért, itt vannak kifogások, de hát 170 ezeren a gazdák 96%-a megkapta a támogatást, ez más években is hasonló szokott lenni, és most a kifizetések folyamatosak. Tehát mikor az év végére érünk, a termésátlagok is kedvezőek voltak, 15-20%-kal többet termeltünk. Az év végére érünk, addigra látszik az, hogy ez egy kiegyensúlyozott esztendő volt. Az exportot is tudtuk növelni, ez eléri a tavalyi szintet, és én azt látom, hogy a jövedelmezőségi mutatók is kedvezek, 10%-kal több most a magyar mezőgazdaság jövedelmezősége. Tehát a gazdasági adatok azt mutatják, hogy sok munkával, odafigyeléssel, nem kevés gonddal küzdve, de mégis az esztendő az hozta a várakozásokat, és így kellő alap a jövő évre, hiszen az egyik év a másikra épül. És vannak olyanok, amelyek az agrárkormányzás szempontjából kiemelkedőek, és összefüggésben vannak a hétköznapokkal is. Az agrártámogatások nélkül például nem lennénk versenyképesek, hiszen más országok is adnak támogatást a termelőiknek. Sikerült egy eléggé kemény tárgyaláshozat végére pontot tenni, és ugye a magyar gazdák 20%-kal több agrártámogatást kapnak az elkövetkező 7 éves időszakban. Elégedettek a gazdák? Hát őket kell megkérdezni, általában mindig van valami olyan felvetés kérdés, ami plusz munkát ad, és szerintem az elégedettség az mindig relatív, sosincs olyan helyzet, ahol mindenki mindennel elégedett lenne. Én úgy látom, hogy a gazdafórumok hangulata, a gazdapiacok hangulata az pozitív, és várakozásra tekintünk a jövő év elé, miközben ennek az évnek a feladatait azt teljesítettük. Tehát én azt hiszem, hogy elégedettebbek lehetünk, mint a tavalyi évben. Amikor tegnap készültem erre a mai stúdióinterjúra, akkor próbáltam átgondolni ezt az esztendőt, visszakeresni azokat a híreket, amelyek megjelentek önnel vagy a minisztériummal kapcsolatban, vagy a mezőgazdasággal, az agrárgazdasággal kapcsolatban, és gyakorlatilag van olyan nap, amikor mondjuk három hír is megjelenik ezekkel a témákkal kapcsolatban, tehát nagyon nehéz az egész évet most értékelnünk, átbeszélnünk, és városunk vonatkozásában, ahogy így átgondoltam, az egyik első legfontosabb hír az év elején, ami volt májusban, Hungarikum lett a birkapörköltünk. Hát Karcag a történelmi emlékei, a Nagykun volt a
mellett a Birka Pörkölt is ismert, és én szeretném megköszönni azoknak az értékőrzőknek a munkáját, akik már korán levédték a Birka Pörköltet, hiszen a Nemzeti Kulturális Örökség listájára is felkerült. Ezt tette lehetővé, hogy hungarikum legyen, és így még inkább ismerti, elismertebbé váljon. Hiszen a hungarikumok a magyarság csúcs teljesítménye, és a Birka Pörköltben egy nomád hagyomány, egy őseinkkel, a sztyeppékről magukkal hozott hagyomány is testet ölt, illetve az a elkészítési mód, a kultúra, ami hozzá kapcsolódik, egy hihetetlen nagy érték. És én örülök annak, hogy a hungarikum már nyilvánítással ismertebbé vált országosan is ez az érték, de szerintem itt Karcolon is még többen tanulják meg a fogásokat, még többen jönnek el a birka főző versenyre, és ugye a fennmaradása is biztosított a birka pörköltnek, nem valamilyen könyvek, szakácskönyvek lapjain sárguló ételrecept lesz, hanem mindig része lesz a mi ünnepnapjainknak, jeles rendezvényeinknek. Úgyhogy én szeretnék ezt gratulálni minden értékőrzőnek, és látom azt, hogy távoli pontokon is odafigyelnek a karcagi birkára. Legutóbb az Őrségben voltam, és ott már hoztak egy birka pörköltet, hogy kóstoljuk meg, ezt már karcagi módra próbálják elkészíteni. Hát biztató kezdet mindenképpen. És nekem ezzel kapcsolatban még az jutott eszembe, hogy volt egy időszak, amikor én nem Karcagon laktam, és akkor volt, aki megkérdezte, hogy hol van Karcag. Na, most már nem kérdezi meg senki. Most már bevonultunk a köztudatba is, szerintem a történelembe is. Egyre több szerep jut a helyi termelőknek, annak köszönhetően, hogy egy kezdeményezésre helyi termelői piacokat nyitotta, köztünk Karcagon is. Hogyan látja, hogy milyen lehetőség ez a helyi gazdálkodóknak, termelőknek? Mi ennek a titka ennek a piacnak? A helyi piacnak az a lényeg, hogy aki termel, az a késztermékét közvetlenül a vevő részére el tudja adni. Régen, 50 évvel ezelőtt, elnézést, 50 évvel ezelőtt a megtermelt élelmiszernek nagyon jelentős része mozgott így a karcagi piacon, vagy a debreceni, nagyvárodi piacokon is, a környékben ezek voltak a leghíresebbek. És aztán bejöttek a kereskedelmi láncok, a multik, és a gazdák kiszolgáltatottá váltak, hiszen nem tudták a kellő bevételt elérni, hiszen a haszon legnagyobb része az másoknál maradt. Ez a termelői piac azért jó, mert nincsenek közbeépítve kis és nagy kereskedelmi láncok, raktározás, még szállítás sem, amit megtermeltünk, el tudjuk adni. De a vevő is jól jár, mert személyes kapcsolatban van eladóval, a termelővel, pontosan tudja azt, hogy ha vesz egy pár tyúkot, akkor az kinek a tanyáján nőtt, hogy gondoskodik róla a gazda, és így tovább. Mi nekünk egy kiemelt programunk, hogy az ország legkülönbözőbb részein legyenek piacok, rengeteget nyitottunk, újra nyitottunk piacokat, vásárcsarnokokba sikerült bejutni, és most a tanya programnak is van egy olyan része, hogy a tanyasi termékeket például a fővárosba értékesítsük. Itt támadások is értek bennünket a Hordúcéi piac, meg néhány más megyei jogú városi piac miatt, de hát a tanyasi terméket azt nem a tanyán kell eladni, hát ott van, meg nem a kisfaluba, vagy akár nem is biztos, hogy mindent Karcagon el lehet adni, azt el kell jutatni a nagyvárosokba, ez régen is így volt, felültek a vonatra, vitték a Kaskába az ennivalót, ott adták el Budapesten, mert az a legnagyobb felvevő piac, és hogyha mi nem tudjuk eljutatni oda a termékeinket, mondjuk a külföldi importőrök jönnek be a sajátjukkal. Tehát ezért is fontos, hogy ez a piaci lehetőség ez minél tágabb legyen, és kézműves élelmiszerek, jó minőségű helyi ízek jelenjenek meg. Erre pályázatot is írtunk ki, feldolgozó kapacitásokat lehet kiépíteni. Itt a Karcagon is épül vágópont, Berekfürdő vágópont és mini húsüzem épül, és most újabb feldolgozásra vonatkozó pályázat jelenik meg. Én azt javaslom minden kedves karcagi gazdának, aki szeretne valamilyen késztermékkel, tejtermékkel, lekvárral, szörppel foglalkozni, hogy ezeket a pályázatokat vegye igénybe. Én örülök annak, hogy itt a szülővárosomban is látom, hogy nagyon finom dolgok készülnek, és ezek megjelennek a piacokon is. Itt tudjuk visszahódítani a vásárlók bizalmát, és mondjuk egy egyszerű példával érve, most miért vegyünk narancslekvárt?
van a boltba. De hát van finom szilva és barackák várunk nekünk is. És van a házi kivitelben, meg lehet vásárolni a piacon. Hogyha ezt a célt elérjük, és kialakul egy olyan közeg, aki a minőségre igényes vásárló és feldolgozói oldalról, akkor szerintem egy nagyon jelentőset léptünk előre abban, hogy minél több magyar élelmiszer fogjon, minél többet vásároljunk és termeljünk. Nemrégiben egy konferencián találkoztam miniszter úrral, megkérdették a 2014-es konyhakert programot. Úgy tűnik, hogy nagy a megmozdulás, nagy az összefogás az országban, és most már határainkon túl is. Ezt hogyan értékeli? Karcag nem csak a történelméről, a nagy kurságról, a birka pöltkörről ismert, hanem egy újabb dologról is, a legszebb konyhakert mozgalomról. Hiszen egy csomó kerttulajdonos, háztulajdonos már felhagyott a területek művelésével az elmúlt években, de Karcagon a kertkultúra az fönnmaradt és virágzik az átkertekben is. Tragikus példákat látok arra, hogy ha elmegyünk néhány faluval itt bármerre, arrább, akkor felhagyott kertek, bedőlt kertkapuk vannak, leszakadt gémes kutak, elgazosodott területek, de az udvarokra is érvényes ez. Holott, amit megtermelünk mi magunk, azt nem kell megvásárolni. Tehát én nekem nem mondja senki azt, hogy olcsó megvenni valamit, pláne ha nincsen pénz, mint mondjuk az udvaron azt a néhány szilvafát elültetni, és utána leszedni róla a termést. Hát annál olcsó nincs, ez nem kerül gyakorlatilag semmibe se. És ebből a filozófiából született az elgondolás, egy természetes dolog, hogy akkor itt a kertbarátokat össze kellene fogni. Önkormányzatokat, szakembereket, és legfőképpen azokat, akik szeretnek termelni. A ház körül egy kicsit kertészkedni. Ez a mozgalom most már több mint 60 önkormányzatot érint, ez egy mintaprogram is. És kapcsolódik ahhoz, hogy a háztáigazdálkodás is újra akarjuk indítani. Itt krumpli vető, tehát vetőkrumplit osztottunk az elmúlt évben. Összekapcsolódik azzal, hogy van startmunka, abba kertészetek létesülnek, szociális szövetkezetek, amelyek már piacra termelnek. Tehát a gazdák és az agrárcégek alatti területmérete, kisebb területméreteknek a bevonásáról van szó a mezőgazdaságban, a termelésbe, azért, hogy mi magunk termeljük meg, állítsuk elő azt, amit elfogyasztunk. Mert pontosan az a kis pénzű réteg, akinek lehet, hogy az udvara elhanyagolt, ő jár döntően a boltokba, az importtermékeket, a legolcsóbb importtermékeket vásárolni, mert kis pénze van. És ezáltal behúzzuk az importot. Az pedig nem jó, mert utána a többi termelőnek is kára van, nem tudja eladni a sajátját, és a vevő is elveszíti azokat a régi megszokott termékeket, amelyeket egyébként kedvelt. Tehát ez egy egymásra épülő dolog. Minden részét ki kell használni a magyar mezőgazdaságnak, a termelési adottságoknak. Erről van szó. Minden udvaron termeljünk, úgy, ahogy régen. Régen, 20-30 évvel ezelőtt is. Minden zárt kertet műveljünk meg. Hát bűnparlagon hagyni ezeket a területeket. Nem megy egyik napról a másikra, de hozzákezdtünk, és ennek része a konyhakerti mozgalom is, amelyhez egyre többen csatlakoznak. Miniszter úrnak is van kertje. Van még ideje kertészkedni? Hát a feleségem, vagy van, aki besegít. A feleségem meg a fiaim, ők sokat segítenek ebben, egy három darabban van egy fél hektár gyümölcs is, de azért én is szoktam menni, hát ez a fő kikapcsolódás, én nem tudok úgy otthon ülni a tévé előtt, úgyhogy amikor jó idő van, irány a kert, amikor már hidege van, akkor pedig a termálfürdőbe szoktunk kiárogatni, de ebbe az évben egyébként jó termés volt, tehát gyümölcs, őshonos gyümölcsök vannak, nagyon jó termés volt, ízletesek voltak, és elég jó kis csemetekeltem is van, ott is elkezdtek úgy nőni, hogy már egy némelyik csemete túlkorossá vált. Folytatom azt a hagyományt, folytatjuk, amit a nagyszülőktől, édesapáméktól átvettünk, ebben az évben körülbelül 20 új csemetét is ültettünk a kertekben, úgyhogy zajlik ott is a gazdálkodás. Hamarosan itt a karácsony, elindult az idei hal népszerűsítő kampány. Úgy tűnik, hogy a tavalyi kampány hatására egyre többen fogyasztunk halat. Hogyan látja? A halnak is szezonja van ilyenkor, és a tavalyi kampány az 20%-kal növelte meg a fogyasztást. Ezt a halastó tulajdonosok mondták, halászattal foglalkozó szakemberek, és ebből a gondolatból következett, hogy hát az idén is akkor ezt meg kellene csinálni. Mert mi magyar halat reklámozunk. A magyar halra hívjuk fel a figyelmet, édesvízi halra. Hogyha ezt nem tesszük, kinyitom az újságot, ott van benne a külföldi tengeri halnak a reklámja.
És az emberek egy része ugye a reklámújságból tájékozódik, meg fogja venni az import terméket. Hát most miért a norvég, vagy nem tudom milyen általam egyébként nagyra becsült halász társadalmat erősítsük a vásárlásainkkal, amikor itt kimegyek a hatába, és ott vannak a halastavak. Ráadásul ugye az a hal, amit idehaza veszünk, az friss. Az néhány napja, vagy egy-két napja került ki a tóból. És ma már olyan fejlett a magyar haltartási kultúra, hogy a tavi halak is kiváló minőségek, jó ízűek, a szolgáltatások olyanok a boltban, hogy filézve, meg darabolva, ahogy kéri a vevő, úgy fogják a halat kiszerelni. Éppen voltam egy ilyen halboltban, itt Tiszafüreden a Boroszói átkelőhinnál, ott található átkelőnél. Tehát ma már teljesen más, hogy néz ki ez a világ is, mint akár 10-12 évvel ezelőtt, amikor nagy csapkodó hallal mentek haza a piacról az emberek. Nyilván az a kategória is megvan, aki élő halat akar venni. Teljes választékkel a rendelkezés, és akkor onnantól kezdve a fóliázott füstölt pisztrángig minden rendelkezésre áll. Tehát minden vásárló megtalálja azt, ami az ízlésének és a anyagi hátterének megfelel. És ez egy gazdag kultúra, egy gasztronómiailag is. A magyar halételek azok világhírűek, a halászi az a legjobb példa erre. Hát pontosan itt az ideje annak, hogy felhívjuk rá a figyelmet, és építsük vissza itt az ünnepi választékba a halat, a halászszövet, a halételeket. A napokban elindult egy másik kampány is, ez pedig a sertés húsfogyasztás népszerűsítő kampány. Én azt gondoltam eddig, hogy abból eszünk a legtöbbet. De akkor ezek szerint nem eleget. A sertéshús népszerűsítésével pontosan azt akarjuk elérni, hogy újra abból legyünk, tehát disztóhúsból legyünk a legtöbbet, hiszen 25 évvel ezelőtt volt, vagy 60 kiló a fogyasztás sertéshúsból, ez most lement 24-25 kilóra. A baromfi különösen a pulyka nőtt meg az elmúlt években, és hát ennek is megvan persze az előnye, de összességében a húsfogyasztást kellene megemelni. Azért tűztük ki célul azt, hogy akár a halnál, akár a disztónál mennyiségben is több legyen a fogyasztás. Hát a disztóhúsnál egy 3 kilóval, ha meg tudjuk emelni, akkor az egész sertéságazatot növekedési pályára tudjuk állítani. Reklámkampányok, gasztronómiai rendezvények, böllérnapok, mint ami éppen itt Karcagon is zajlik, mind-mind ezt a célt erősítik, és ezáltal megélhetéshez is jutunk, illetve az importot akarjuk itt kiszorítani. Elsősorban nem csak az import sertéshús, más import termékeket is. Úgyhogy Pesten volt egy ilyen kis kötetlen program egy étteremben, és lesznek más fontos böllérnapok, kis és nagy rendezvények egyaránt, termékben mutatók, amik ezt a célt szolgálják. Az egyik nagy bevásárló üzletlánc háztáji sertésprogramot indított országosan, és Karcagon is volt egy rendezvényük a közelmúltban, miniszter úr is jelen volt. Mit szól mindehez? Hát kiváló a kapcsolatom az OSEN vezérkarával, ők sok magyar termékre számítanak az áruházban, vittek is be jó néhányat, és az együttműködésnek az egyik eredménye, hogy ide eljöttek Karcagra. Én is személyesen közreműködtem ebben, és egy háztáji sertéstartási programot megbízható szerződéses feltételekkel, fizetési feltételekkel szándékoznak indítani. Eddig 50 gazda jelentkezett, erről van tudomásom. Tehát ez egy nagykunsági karcagi program, a környező településekre terjed ki, ide lesz integrálva. Aztán remélem, hogy majd országossá fejlődik. Bocsánat, országosat mondtam. Igen, de az a cél, hogy ez egy országos háztáji program legyen, mert végül is valamikor a háztáji egy országos program volt, tehát a szocializmus viszonyai között arra az összes településen lehetett számítani. Hát ezt kell visszaépítenünk, nyilván ma már más formában történik, tehát az lényeges, hogy legyen piac, máshogy hiába termelünk, nem fogják kifizetni a disztót, nem veszik át, és így tovább, tehát csak annyit érdemes hízzalni, amennyire van konkrét megrendelés, és itt erről van szó. Látszik az, hogy a vidéki élet, a vidéki emberek munkája, az felértékelődött, hogy az OSEN azért nyilván, meg más áruházak is azért keresik a háztáji terméket, a házias ízeket, a magyar ízeket, mert ezre van kereslet. Ezt az összes televízióban, rádióban 3,5 óta folyamatosan mondjuk, beszélünk róla, bemutatók vannak, tulajdonképpen egy reklámkampány zajlik, és ez
váltotta ki azt, hogy a vevők elkezdtek érdeklődni, hogy ott ló két kolbász, akkor megnézem azt, hogy mondjuk ez egy holtabágyi mangalica és szürke marha kolbász, a másik pedig hát az egy átlagos kolbász, hát akkor lehet, hogy a jobb nevűt, a érdekesebb elkészítési móddal rendelkezőt, a jobb receptúrát választja. Tehát egy minőségi elmozdulás van. Ez egy nagy lehetőség a gazdatársadalom a vidék előtt, hogy ezzel éljünk. És ez a program, ez csak egy a jó néhány más közül, de a mi vidékünkön ez a jellemző. Hát itt ugye nem tudunk egy makúi hagyma programot, vagy egy szűzzel paprika programot indítani, ez máshol, vagy egy borvidéki programjaink is vannak, a borkóstoló például, nem csak a halnak, a disznóhúsnak, de a bornak is most van a szezonja. Van egy nemzeti borkiválóság programunk, és ilyenkor évvége felállt a disznó fogyasztásra is, vagy a hal is, azért egy kis pohár borocska mindenképpen kijár. Ezek egymásra épülnek, és mindegyik azt a célt szolgálja, hogy magyar élelmiszert fogyasszunk, és a magyar gazdától vásároljunk. Úgy tűnik, hogy legalábbis felröppentek ilyen hírek, hogy esetleg más ilyen üzletláncok is érdeklődést mutatnak. Én üdvözlöm ezt a szándékot, ezt mi elősegítjük. Volt erre egy példa, amikor ugye a dinnyével válságos helyzet alakult ki, nem nagyon akarták venni a dinnyét. Leültünk, tisztáztuk a dolgokat, és utána a dinnye is a maga helyére került, jó minőségű dinnyét tudtunk venni. Hasonló alma és paradicsom program, illetve paprika reklámkampány is volt, és mi minden ilyen elképzelést támogatunk, legyen az a sertéshús vagy a baromfi tartás, hiszen látszik, hogy a tanyasi csirkét is árusítanak ma már a nagyboltokba, de fontos, hogy mindegyik boltba ezek a termékek hozzáférhetőek legyenek. Most térjünk át Karcagra, ha így végig tekintem az elmúlt év eseményeit, rendezvényeit, akkor számtalan építkezés, beruházás, fejlesztés, átadás zajlott a városban, melyeket emelnék ki? Hát nagyon örülök annak, hogy Karcagon látványos fejlesztések zajlanak, amelyek hasznosak, munkahelyteremtőek, a település képben is meghatározóak. Itt élek, és én nekem a város nagyon kedves, fontos, hogy minden négyzetméter útnak, járdának, minden téglának, amit beépítettünk, vagy beépítettünk, én nagyon örülök. És én szerintem Karcag az ország egyik olyan település, amely elmondhatja azt, hogy rendkívül eredményes évet zárt. Ez zárójelbe téve kicsit csattanós válasz is azoknak, akik azt mondták, hogy hát van itt két miniszter, és a városban nem lehet ezt látni. Hát körbe kell menni, meg kell nézni. Itt a városi önkormányzattal kiváló az együttműködés, valamennyi intézménnyel, szervezettel sokat dolgoztunk azért, hogy ebben az évben egy gyakorlatilag új termálfürdő, fedett termálfürdő és termálmedence, úszó medence is elkészüljön, megújult a strandfürdő. És ha megnézzük azt, hogy felüljáró, a kisújszállási úton, aluljáró, mert gyakorlatilag készen van a Ladányi úton, a vasútállomás peronrendszere, a Karcag-Kunmadarasi út a legnagyobb része elkészült. Ami tök jó. Nagyon jó rajta közlekedni. Így van, tehát egy abszolút egy megújulás történt. Van még a munkából hátra, de majd az a néhány kilométer is be fog fejeződni. Ha a szociális otthoni felújítást el tudtuk kezdeni, a kórház pszichiátriai tömjének a felújítása is folyamatban van. A főtér rekonstrukciónál már megvoltak a Déri Nét, a Városháza felújítás, térburkolat, megvoltak a közbeszerzések, beindult a Kuten úti óvodának a felújítása, a más óvoda felújítások pedig elkészültek. A technikumnál egy ilyen feldolgozó tanüzemi rész épül ki, ahol olajprés, minimalom is lesz, kollégium felújítás kezdődik, gépbeszerzések, közbeszerzése, vásárlások vannak folyamatban. Tehát jó néhány olyan dolog történt, amelyeket milliárdokba is ki lehet fejezni, mert ezek ilyen több milliárdos nagyságrendűek, de a teljesítmény is valamennyiünk érdekében jó. És akkor még talán a leglényegesebb, szándékosan is hagytam a sor végén azt, hogy az ipari parkban egy újabb üzem létesült, zöldmezősen egy elektronikai hulladékfeldolgozó, ahol már megkezdődött a munkásoknak a fölvétele. És leraktuk egy másiknak az alapkövét, amely pedig műanyag hulladékot fog feldolgozni, újra hasznosíthatóvá tenni. És van még egy ilyen évvégi hír, hogy a járási hivatal elhelyezésében is
előrébb tudunk lépni, hiszen a Volti Gázközpontra az állam nyilatkozott, hogy megvásárolja, és oda jó néhány olyan járási feladatot, ami szanaszét van most különböző kisebb-nagyobb épületekbe, át tudunk majd telepíteni. Tehát a város az halad, a város fejlődik, és én bízom benne, hogy ez a jövőben is folyamatos lesz. Nyilván helyes döntéseket kell majd hozni a választáson. Jó helyre kell majd tenni az X-et, hogy ez a munka folytatódjon. Választás hogyan látja, mennyire indult már meg a kampány? Ugye három és fél, négy hónap, nem tudom pontosan, hogy még mikorra írják majd ki a választásokat. Ilyen kampányra számíthatunk. Hát Budapesten már zajlik a kampány, tehát ott minden földpályázatot egyenként értékelnek lassanként, pedig már 3000 van mögöttünk, tehát elég kitartóak. Minden döntésnek, nyilatkozatnak megvan a kritikája is, de hát ezt látjuk, a politikai csatazaj az már idáig hallatszik. Itt a körzetben még viszonylag csend van. Én jó néhány fórumon, rendezvényen vagyok túl, hiszen az elmúlt egy évben, mármint a Fidesz választókerti szervezeteinek az elnöke dolgoztam, és ezt kihasználtam arra az időre, hogy minél több emberrel találkozom, minél több véleményt hallgassak meg, de mások nem nagyon mondják el azt, hogy mit szeretnének itt a Nagykunságban, a Közép-Tisza vidéken megvalósítani. Megváltozott a körzetnek a mérete is, sokkal több feladatot jelent mindez, de sokkal több lehetőséget is arra, hogy alkossunk, hogy azokat a forrásokat, azokat a pénzeket, amiket le lehet ide hívni pályázat útján, azokat megnyerjük, azokból építkezés legyen, és hogy megmozgassuk azt a társadalmat, amely bizony sok helyen, kisebb falvakban, de jó néhány városban is teljesen befelé fordult. Egy gazdasági válságon már túl vagyunk, most már megvan a lehetőség arra, hogy az ország fejlődjön, beleértve a mi térségünket is, és ezeket az adottságokat, ezeket ki kell használnunk. A Fidesz a napokban nyilvánosságra hozta az országgyűlési választással kapcsolatban az egyéni jelöltek névsorát. A Jász-Nagykun Szolnok megyei 3. számú választókörzetbe, ami ugye ez régen a 8. számú volt, említette az előbb miniszter úr, hogy összevonások történtek, ön az egyéni képviselő jelölt. Mit tud arról, hogy kik lesznek az ellenfelei? Az ellenfelek már úgy körvonalazódnak nagyjából, egy jobbikos ellenfél van Karcagról, a MSZP-ről, az MSZP Túrkevéről egy iskolai igazgató fogja képviselni, a demokratikus koalíciónak, amelyben Vadai Ágnes is tag, hát nem ő a jelöltje, hanem egy kisújszállási vendéglátós. Hát nagyjából ez a mezőny. Biztos, hogy kemény küzdelem lesz, és mindenki fölkészül, én is fölkészülök, és teljes erőbedobással fog dolgozni az elkövetkező időszakban azért, hogy fogjunk össze és tegyünk ezért a térségért, a Karcagért minél többet. A választási rendszer változik. Az egyik legfontosabb az, hogy egyfordulós lesz. Tehát nincsen ez a két forduló közötti, hogy kinek a javára mond le, meg ki az, aki falból indul, úgyis le fog mondani, és így tovább. Tehát egyértelmű helyzet van, van X számú jelölt, és első körbe megvan az eredmény is. Kevesebb a körzetek száma, hiszen megfeleztük a politikusok létszámát, így a parlamenti képviselői körzetek is most nagyobbak. Itt a Karcag-Tiszafüredi körzethez hozzá jött Kunhegyes és környéke, és Túrkevés kisújszállás. Kunhegyes valamikor Törökszentmiklóshoz tartozott, Túrkevés kisújszállás pedig Mezőtúrhoz. Tehát most tulajdonképpen a körzet úgy néz ki, hogy a Túrkeve kisújszállás Kenderes Fegyvernek vonalon van a határ, és ami fölfele Tiszafüredig, így egy megye térképet, ha magunk elé képzelünk ez. Megjelenik, 100 000 lakos van ebben a körzetben. És nagyon sok olyan település, amely jól fejlődik, de legalább annyi van, ahol komoly gondokat lehet tapasztalni. De mindenhol van lehetőség, mindenhol van esély. Meg kell csinálni azt a munkát, amit nem lehet megtakarítani.
önellátó falvakat hoztak létre Magyarországon, sok helyen megtermelnek, és mindent is helybe foglalkoztatnak mindenkit. Ez például a kis települések számára egy lehetséges megoldás, egy jó kidolgozott program. Ez a települési mezőgazdasági programokat mi a Vidékfejlesztési Minisztériumban tudjuk szállítani. A nagyobb települések miatt már egy komplexebb foglalkoztatás. Ott kell ipari park, mint Karcagon, turizmus, termálfürdő, tiszapart, tiszatavi lehetőség van a Kabátszaloknál, Tiszafüdednél. Ezeket szépen össze lehet rakni és növekedési pályára lehet állni. A legjobb példa erre Kunhegyes egyébként, ahol rengeteg pályázatot nyertek, vagy Kisújszállás is, ahol letették azokat az alapokat, amelyeket Karcagon mi már jóval hamarabb meg tudtunk tenni. Tehát itt a térség egy nagy fejlődés előtt áll, és szerintem ebből a szempontból most, hogy a gazdasági növekedés is beindult, van egy szilárd kormányzás, megvan előttünk a távlat, látszik az, hogy milyen úton indultunk el, és ezt kell folytatni a jövőben is. Akkor lesz feladat bőven a jövő év elejére is. Az a jó, hogyha van. Én szeretek dolgozni, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Most viszont néhány nap múlva egy picike pihenésre lesz lehetősége, hogyha a csillagok úgy fognak majd együtt állni, hiszen jönnek a karácsonyi ünnepek. Hogyan tölti miniszter úr az ünnepeket? A családi körben leszünk feleségemmel, a gyermekekkel, édesapámmal, testvéremékkel, és azt tervezzük, hogy véglátogatjuk a rokonokat. Vannak, akik gyengélkednek, vannak, akik távolabb laknak, vannak, akik közelebb. Hát az ünnepek azok szent időszakot jelentenek, akkor mi se dolgozunk. Meg az igazság, hogyha lesz egy jó ropogós vagy, akkor végigjárom a kerteket fától fáig. Hát hogyha nem lesz olyan sár van, akkor csak a kunyhóig megy az ember. De az mindig benne van a programban ilyenkor. A ünnepek táján, nem csak a karácsony, ami ugye egy szent dolog, és ott a fát körül állva szoktunk énekelni, és elfogyasztjuk a karácsonyi vacsorát, de az is, hogy ilyenkor kimegyek egy kicsit a határba, a kertekbe, begyújtok a kunyhóba, a sparhertbe, kicsit az ember megvonja az évnek a mérlegét, megnézi, hogy még csemetét rágták meg a nyulak vagy a őzek, megigazítja a kötéseket, és készülünk a jövő esztendőre. Lélekben is készülni kell, de fizikailag is egy kis pihenéssel mindig meg kell újulni. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk, és békés boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok sok-sok munkával. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Én is szeretném kihasználni ezt az alkalmat, és Karcagváros valamennyi lakosának, a Nagykunság valamennyi lakosának szeretnék ezúton is áldott békés boldog karácsonyt, sikerekben gazdag új esztendőt kívánni, abban a reménységben, hogy azt a munkát, amit elkezdtünk, azt tudjuk folytatni a jövő esztendőben is. Így legyen. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy itt volt. Köszönöm. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.